napot kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Valahogy ismerős arcokat látok már, a tavaly is mondtam, hogy jövőre együtt, ugyanitt. Hát eljött az a pillanat, amikor tényleg együtt lehetünk és ünnepelhetünk. Biatorvágy város önkormányzata és a Juhász Ferenc Művelődési Központ nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a szociális munkanapja alkalmával rendezett ünnepségünkön. Ezen a napon azok iránt fejezzük ki megbecsülésünket, akik elkötelezetten és fáradhatatlanul segítenek a rászorulóknak, a hátrányos helyzetűeknek, legyenek azok gyerekek, felnőttek, idősek, értelmi fogyatékkal élők, vagy akár pszichiátriai betegek. Felkérem Kocsis József polgármester urat, köszöntse a szakma megjelent képviselőit. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nem szeretnék túl nagy beszédet mondani, nehogy itt az alpolgármester úrnak a beszédét esetleg megismételjük, vagy újra elmondjam. Azt el kell mondanom, hogy a Biatorbágyon a szociális tevékenység, a szociális munka, az azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalon működik, és ez nem csak attól, vagy talán nem is attól működik ez olyan jól, hogy az önkormányzat, illetve a döntéshozók erre egy meghatározott keretet biztosítanak, hanem elsősorban azért, mert olyan emberek foglalkoznak ezzel a területtel, és olyan emberek teszik bele szívüket, lelküket ebbe a munkába, mint ti vagytok, és ez garantálja számomra is, és talán az egész város számára azt, hogy a szeretet és a gondozottaknak, a gyermekeknek, az időseknek ez a magas szintű ellátása, ez a jövőben is biztosított legyen. Ezt azt gondolom, hogy nem elégszer megköszönni nektek, hogy tényleg szíveteket, lelketeket beleteszitek ebbe a munkába. Azt gondolom, hogy a város nevében ezt megköszönöm nektek, és kívánok minden jót, és majd jó étvágyat az ebédhez, vacsorához. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük a polgármester úr szavait, és felkérem Tüske Emil alpolgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket a szociális munkanapján. Együttérzés, támogatás, bizalom, kitartás, olyan alapértékek, amik jó példát mutatva a szociális munka mindennapjaiban kiemelkedően megjelennek. Egy egész társadalom vagy egy kisebb közösség erejét jól megmutathatja, hogyan tud gondoskodni nehéz helyzetbe került tagjairól. Képes-e kezelni rászorultságból keletkező konfliktusokat? Van-e elég akarat önzetlenül segíteni úgy, hogy az érintett ne érezze magát kiszolgáltatottnak? A szociális munka az a terület, mely újra és újra feladatokat fog termelni, ameddig világ a világ. Biatorbágyon a családsegítő munkatársaitól olyan területen kaphatunk segítséget, amit fontosnak érzünk, de valamiért nem vagyunk képesek megtenni. Olyan képességeket és készségeket igényel ez a hivatás, amelyeket nem adatnak meg mindenkinek. A 21. század szociális munkásai sok mindent tudnak. Igazán kiemelkedően teljesítenek a család, a gyerekek és az idősekről való gondoskodásban, a szociális kihívások iránti fogékonyságban, a konfliktus kezelésben. Hihetetlen erő és elhivatottság szükséges ahhoz, hogy valaki mások gondját, baját, szociális rászorultságát kezelje, megoldja, enyhítse. Akik ezzel foglalkoznak, azok bizony nem csak jók, hanem ez a hivatásuk is, hogy kedvesek és megértőek legyenek, problémákat kezeljenek. Köszönet a mindennapi helytállásért. Mi, biatorbágyak, hálásak vagyunk ezért a munkáért, mely a mai modern társadalom olyan fontos része, mint a víz és a levegő. Köszönöm szépen!
mint minden alkalommal, az idén is vannak jubilálók, akikről szeretnénk megemlékezni. Megkérem a polgármester urat és az alpolgármester urat, hogy köszöntse a jubilálókat, és adja át pár szár világot. Köszönöm szépen. Akkor kérem, aki hallja a nevét, az fáradjon majd ki ide. Hegedűs Viktória, Gizella otthon, mentelhigiéniás munkatárs, 5 éve a Gizella otthon munkatársa. Köszönjük szépen. Köszönjük. Horváth Béláni Anita, Gizella otthon, szobaasszony, 10 éve a Gizella otthon munkatársa. Békési Viktorné Livi, Gizella otthon szakács, 20 éve a Gizella otthon munkatársa. Miksa Kovács Orsolya, Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, családsegítő. 5 éve a családsegítő munkatársa. Köszönjük szépen azért. Köszönjük. Géci Ferencné, Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális gondozó, 10 éve a családsegítő munkatársa. Nagy Enikő, Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális gondozó, 15 éve a családsegítőnél. Darvas Éva, gólyafészek bölcsöde, bölcsödei Dajka, 10 éve a gólyafészekben. Hunzsa Éva, gólyafészek bölcsöde, kisgyermeknevelő pedagógus, 10 éve a gólyafészekben. Kupsza Krisztina, gólyafészek bölcsöde, kisgyermekgondozó nevelő, 10 éve a gólyafészekben. Simon Diana, gólyafészek bölcsöde, bölcsödei Dajka, 10 éve a gólyafészekben. Polgár Tímea, kisgyermekgondozó nevelő, 15 éve a bölcsödei látás területén a gólyafészek bölcsödében. Vázsonyiné Szikora Mónika, gólyafészek bölcsöde, bölcsödevezető helyettes, kigyermeknevelő tereptanár. 20 éve a gyermekellátás területén dolgozik. Polajcsák Sándor,
Viatorbágy és környéke mozgáskorlátozottak egyesülete, elnökségi tag. 10 éve elnökségi tag és a Zsámbéki csoportvezető. Gratulálok azoknak, akik ezt a, mondjuk azt, hogy hosszú időt eltöltötték ezen a területen, és nekik is fokozott a többi kollégához, kolléganőhöz képest, nekik fokozottan, vagy jobban gratulálunk, ha lehet jobban gratulálni. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a munkáját, és gratulálunk a díjazottaknak. Köszönöm szépen. Gratulálok én is a díjazottaknak, az ünnepelteknek főleg. És aki nem kapott virágot vagy borocskát, az ne csüggedjen el, hiszen egy közös ajándékkal kedveskedünk önöknek, ami nem más, mint Kertész Zsófia és Jónás Szabolcs műsora. Ők a Premier Színház művészei. Ezúttal nem a vígjátékok világába repíten el bennünket, hanem az operett, a musical és retro dalok kihívnak egy nosztalgikus utazásra. A színházat ma két művész képviseli, ahogy mondtam, Kertész Zsófia, akit biztosan sokan ismernek, hiszen ő itt nőtt fel Biatorbágyon. Jónás Szabolcs sem lesz ismeretlen, hiszen koncerteztek már a Gizella otthonban, valamint jártak már nálunk a Detektív Liba című előadásukkal. Szabolcs és Zsófia még a 2014-ben futó Énekiskolája című műsorban ismerkedtek meg, ahol Szabolcs Szulák Andrea tanítványaként, mint énekes szerepelt, Zsófia pedig, mint szerkesztő dolgozott a műsorban. Fogadják sok szeretettel a két barátot, a Premier Színház színészeit, akik a ma délután egy zenés színházi kavalkáddal csalnak mosolyt az önök arcára. Jó szórakozást kívánok! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük el egy Demi Én dallal, jó? Aki esetleg ismeri, az nyugodtan énekeljen. Azt sem tudtuk, hogyan szeressük, csak fogtuk egymást. Amíg dühöngött a szerelmünk, nem láttunk mást. Te sem bírtad már a kalickát, hát miért maradnánk? Hiszen minden szívnek szárnya van, s néha elszáll. És kérjük a segítségüket, a vonat nem vár. A sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Mindig egy vonatban utaztunk indulástól, ki sem szállunk, míg az idő majd kiszámol. Néha egymás mellé kerültünk egy állomáson, s néha helyet kellett cserélnünk, hogy más beszálljon. A vonat nem vár, a sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Amerre jár, nagy zaj csinál, ha néha csíp a füstjén, ne sírjál. Te is beszállsz, helyet találsz, bár néhány ismeretlet arcot látsz, jó helyen jársz. Nagyon szépen köszönjük a meghívást,
Reméljük, hogy már most is egy picit sikerült egy kis jó hangulatot hoznunk a mai délutánba. Remek dalokkal, retro dalokkal, operettekkel és műzikelekkel készültünk önöknek. Reméljük, hogy jól fogják magukat érezni. Ahogy elhangzott már a kolléganőm Kerti Zsófi, a Premier Színház színésznője, én pedig Jónás Szabolcs vagyok. Reméljük, hogy jó hangulatot fogunk tudni csinálni. És tapsolni is ér, és nagyon köszönjük. A borat nem vár, a sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. A vonat nem vár, a sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. A vonat nem vár, a sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Kedves vendégek, kedves meghívottak, remélem mindenki egy kis ízelítőt kapott a zene színes palettájáról, hiszen változatos műsorban lehetett részünk. Köszönjük szépen Kertész Zsófinak és Jónás Szabolcsnak. És ez a mai délután nem lenne ilyen hangulatos és nem lenne ilyen varázslatos. Egy különleges a mai alkalom, ugyanis a Béatorbágyi Családsegítés Gyerekjóléti Szolgálat idén ünnepi alapításának 25. évfordulóját. Ez nem mindennapos dolog. Aki akkor született, már felnőtté vált, és lehet akár, hogy dolgozik is közöttük olyan, aki a születés pillanatában, megalakulás pillanatában született. Hát gratulálunk ehhez a kerek évfordulóhoz. És megkérem Tóth Attilát, az intézmény vezetőjét, mondja el ünnepi beszédét, és ne rejtegesse, amit ajándékba hoztak. Attila, megkérlek, fáradj ide. Nagyon szépen köszönöm, és azt is nagyon köszönöm, hogy így együtt ünnepelhetünk. 25 év egy intézmény életében már látványos. És ezen a jeles napon szeretném megköszönni a Családsegítő Szolgálat jelenlegi és volt munkatársainak, hát azt, hogy mertek a hivatásukra hallgatni erre a hangra, és ezt a munkát elkezdték, és mind a mai napig végzik. A Családsegítő Szolgálat idén 25 éves, és köszönöm mindnyájatoknak, minden munkatársamnak azt a sok közös gondolkodást, a siker közös örömét, netán a vitákat, a megsértődéseket és a kibéküléseket is. Hiszen emberek vagyunk, és munka közben bizony önmagunkat adjuk, és a közös örömöket, ha megosztjuk, akkor annak az energiát ad, és ez az energia még több gyümölcsöt terem. Közös munkánk gyümölcseiből szemezgetek egy párat. Ugye kezdtük egy pár szolgáltatással, alapszolgáltatással, aztán kialakítottuk az ifjúsági pontot, majd a játszóházat, adománypontot működtetünk, és hát most a legújabb gyermekeink, a külterületi szolgálat, amit tanyagondnoki szolgálatnak hívnak hivatalosan, tehát mi külterületen is az ott
élőket is Biatorbágy lakosaiként szolgálni akarjuk. Aztán számos szakmai anyagot csináltunk együtt, vagy koncepciót, ilyen például a szociális térkép, ami Biatorbágyon először készült el a mi kezünkből. Ifjúsági koncepció, vagy a szociális szolgáltatás tervezési koncepció, illetve a helyi esélyegyenlőségi terv, milyen nehezen mondom ki, nehéz volt megcsinálni, de ilyen nagyszerű csapattal összefogva mégis sikerült. Folytathatnám még a közös sikereket, de úgy tudnám összefoglalni, hogy Biatorbágy városa a mi intézményünkre és munkatársainkra mint egy kvázi szociális szakmai műhelyként számíthat. A mai nap erősítsük meg magunkban a segítő hivatástudatot. A közös munka erejében folytassuk a következő éveket. Köszönöm partnereinknek is azt, hogy kezdeményezésünket nem vetették el, az önkormányzatnak, hogy fönntart minket, hogy vannak közös terveink, és ezekre a közös tervekre minnyájatokat meghívunk. Ha a jövőben fölkeresünk, hogy netán adatot szolgáltassatok, vagy netán van egy külterületen élő rászoruló, akin segítenünk kell közösen, akkor szőjük ezt a hálót együtt. Tartsuk fönn Biatorbágyon élő embereket, a rászorultakat is, és az itt élőket. Megkérlek benneteket, hogy egyenként gyertek ki, ahogy a neveteket halljátok, majd Margitot kérem, hogy segítsen, és ezt a csekély kis ajándékot hadd adjam át nektek. Jelképesen szeretném megköszönni eddigi munkátokat, és ez az ajándék jelzi azt, hogy különböző édesség van benne, hát ilyen különbözőek vagyunk, de mindegyikünk tud valamit hozzátenni a mi közös nagy tálunkhoz, a mi közös nagy kínálatunkhoz, a mi közös munkánkhoz. ABC sorrendben mondanám a neveket, hogy föl lehessen rá készülni, csak Z-nél kezdem, illetve hát T-nél. Trankusz Szabina, a legfiatalabb kollégánk. Aztán Szikra Ágnes, aki legrégebben van az intézményünkben, egy kis kanyarral. Köszönöm. Simon Józsefné Adrián. Köszönöm. Nagy Enikőt hívom. Köszönöm. Így legalább meg is ismeritek őket. Aztán Lesták Domonkos urat, ő jön most sorra. Géci Ferencné Icát hívom. Fakán Gabriella, a kolléganőm. Aztán Dóci Margit következik, tapsolt meg őt is, de még nem menjél el. Nem minden kollégánk tudott eljönni most, de hál' Istennek régebb időkről is a meghívásunkat elfogadták. Volt kollégáink, akik tőlünk mentek nyugdíjba, hálásan gondolok rájuk, mindegyikőjükre. Ők még többet tudnának mesélni az intézményről, talán mint én. Fogadjátok szeretettel ajándékunkat, Bak Mártonné Erzsike.
Kanaki Lefterné Gabika. És Lieber Mód Lászlóné Marcsi. Szólok, jó? Köszönöm a ajándékot, de látjátok azért, mit tesz 25 év a család segítőbe, ilyen fehér fejeket, mint amik itt vannak. És még én hozzátenném, hogy nem utolsó sorban, akkor Tóth Attila is kap egy kis ajándékot. Köszönöm szépen. Köszönöm, Margit. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk vagytok, és befejezésképpen még az evés előtt azért megkérem a ünnepi tortánkat, hogy ha Attila megengedi, akkor a kollégám betolná, és kérek mindnyájatokat, hogy fogyasszatok belőle, a kollégáim segítenek ezt a tortát fölszelni. Hadd gratuláljak Attilának a 25 év sikeres munkához. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, és akkor az egyik Attila csekélységem átadja a másik Attilának a szót, mert mégiscsak ő itt a karmester. Köszönjük szépen. Kedves ünnepeltek, én nagyon szépen megköszönöm önöknek a részvételt a mai ünnepségünken. Még egyszer Isten éltesse a család segítő szolgálat dolgozóit, önöknek jó étvágyat, jó beszélgetés, jó szórakozást, a viszontlátásra.